Különböző vegyszeres módszerekkel, magas nyomású eszközökkel tisztították ki a Széchenyi tér kültéri burkolatát, valamint a Cucor Gergely utca egy részét. Több helyen jól látható, hogy a kövek elszíneződtek, az illesztések közé pedig szilánkok és egyéb szennyeződések kerültek. Különleges eszközökkel tisztították meg a teret, mondja Ozsvár Tamás, a Győr-Szol ZRT kommunikációs menedzsere. Speciális eszközökkel, speciális vegyszerekkel tisztítjuk meg ilyenkor a burkolatot olyan szennyeződésektől, amelyek egy normál takarítás során nem távolíthatóak el. Zsírfoltok, gumilerakódások, rágógumik ilyenkor, amik a tér burkolatán megtapadnak, és ilyenkor van lehetőség arra, hogy ezeket is eltávolítsuk. Egyébként természetesen minden nagyobb rendezvény után, minden hétvégén takarítja a Győr-Szol ZRT a teret, de ezeket a makacs szennyeződéseket, ezt igazából csak ilyenkor lehet eltávolítani. Ez a nyári fesztivál sorozatnak köszönhető, hiszen több ezer ember fordult meg a téren. A Győr-Szolnál elmondták, hogy a teret minden fesztivál szezon után takarítják. Olyan vegyszereket használnak minden esetben, ami környezetkímélő, és a burkolatot sem rongálja. A következő nagy takarítás a téli programsorozat után és a nyári turista szezon előtt várható majd.